Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják. Liszkai Lórán vagyok. Fő témáink néhány mondatban. Kerekasztal beszélgetés Potápi Árpád Jánossal. Rendkívüli választások előtt állunk. Felavatták a Majósi Kultúrházat. A helyi közösséget szolgálja a felújított épület. Nemzetiségi napok. Hagyományt teremtenének Varsávon. Ünnepség. Oktatókat, oktatás segítő munkatársakat méltattak. Néhány nap múlva olyan választás lesz Magyarországon, amilyen még soha nem volt. A nemzetpolitikáért felelős államtitkár és Tolna vármegye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője Potápi Árpád János beszélt az idén záródó önkormányzati ciklusról, a Magyar Falu programról és körzete központjának gazdaságáról, Dombóvárról. Néhány nap múlva olyan választáson veszünk részt, amely az elmúlt 34 évben még nem volt, ugyanis egyszerre voksolhatunk, hogy ki legyen a polgármester, ki képviseljen minket a vármegyei, a települési, esetleg a nemzetiségi önkormányzatban, valamint az Európai Parlamentben. Ez egy kicsit nehéz feladat elé állítja a szavazókörökben dolgozó bizottságokat, a felkészítőket, szerintem a pártokat is, és nyilván a választópolgárokat. Én úgy gondolom, hogy külön-külön is mind nagyon fontosak ezek a választások. Azért kötöttük össze az önkormányzati választást, vagy választásokat a európai parlamenti választásokkal, mert látjuk, hogy egyébként a választási részvétel, vagy a hajlandóság meglehetősen alacsony lenne, ha csak az európai parlamenti választások lennének, ezért úgy gondoltuk, bár a ciklus még nem fejeződik be, majd csak szeptember 30-án töltik ki a mandátumjaikat a polgármesterek, illetve a megválasztott képviselők, megyei önkormányzat elnöke. Mégis úgy gondoltuk, hogy ha egy kicsit előrébb hozzuk az ősszel esedékes választást, akkor a választáson való részvételt meg tudjuk egy kicsit emelni. Potápi Árpád János államtitkár és a térség országgyűlési képviselője elmondta, hogy ebben az önkormányzati ciklusban az egyik legjobb kormányzat által hirdetett támogatási lehetőség az 5000 lélekszám alatti településeken a Magyar Falu program volt. Összesen a Magyar Falu programban az én körzetemben közel 5 milliárd 150 millió forint fejlesztési összeget tudtak elnyerni a települések. Ez azt gondolom, hogy nagyon sikeres. Szinte nincs olyan település, akik valamilyen pályázaton ne nyertek volna az elmúlt időszakban. Arra is próbáltunk odafigyelni, vagy én különösen odafigyelni, hogy a fejletlenebb településeken élők, illetve azok az önkormányzatok jelentősebb fejlesztési forráshoz tudjanak jutni. Tolna vármegye második számú egyéni választókerületének központja Dombóvár, a térség másik meghatározó városa pedig Bonyhád. Mindkét város esetében én azt hiszem, hogy az a fontos, hogy olyan beruházásokat, vállalkozásokat tudjunk itt támogatni, amelyek kis vagy középvállalkozások, akik néhány száz embert foglalkoztatnak maximum, viszont a helyi gazdasági életben, adóbevételben nagyon jelentősen segítik az önkormányzatot, illetve a településeken ott élőket. Ebből a szempontból mind a két városban sikerült előrébb jutnunk. Éppen néhány nappal ezelőtt a kaposszekcsői dombovári ipari parkban egy új létesítményt tudtunk átadni. Bonyhádon is látjuk az ipari parkunknak a folyamatos fejlődését, úgyhogy szerintem ezt az itt élő emberek is tapasztalták. Az államtitkár és országgyűlési képviselő hozzátette, hogy Magyarország érdeke, hogy minél többen vegyenek részt a választásokon, és ő maga azon dolgozik, hogy a Fidesz-KDNP minél jobb eredményeket érjen el. Bonyhád-Majoson vasárnap délután adták át a felújított kultúrházat. Az eseményen jelen volt Filóné Ferenc Ivoja polgármester, Potápi Árpád János államtitkár, országgyűlési képviselő és Sárkány Szabolcs a választókerület önkormányzati képviselője. Filóné Ferenc Ivoja, Bonyhád polgármestere beszédében kiemelte, a jelenlegi önkormányzati ciklusban több beruházás is megvalósult, a Majosi település részen többek között a kultúrház felújítása is. Nekem legalább olyan nagy öröm és büszkeség, mint a majosiak számára, hogy ez beteljesedett, hogy ez megvalósulhatott, hiszen nagyon sokat
és sokat tettünk azért, hogy ez így lehessen. És mindezt a város saját forrásából. Azért évek alatt történtek apró lépések, de így ebben a formában csak most sikerült a felújítást elvégeznünk, és mi nem vagyunk a végén, hiszen benyújtottunk egy pályázatot annak érdekében, hogy tovább folytathassuk, hiszen a volt postaépület, az udvar, az még vissza van a felújításból, illetve szeretnénk a tetőszerkezetre napelemeket tenni, hogy a fenntartási költségek is alacsonyabbak legyenek, hogy minél jobban ki tudjuk használni ezt az épületet. Potápi Árpád János, a térség országgyűlési képviselője elmondta, a nemzeti összetartozás napjához közeledve a közösség összefogása kiemelt szerepet játszik ezen alkalomból. Az elmúlt 24 év egyik legfontosabb eredménye az, hogy a közösségeinket megerősítettük. Olyan erős közösségeink vannak, amelynek köszönhetően az emberek szeretnek itt élni, büszkék erre a városra, örömmel gondolnak arra, amikor haza kell jönni valahonnan, és amikor Szekszárd, vagy Bátaszék felül, vagy bárhonnan közeledve megpillantják ezt a várost, akkor büszkén gondolnak arra, hogy bonyhádiak, még akkor is, hogyha esetleg majosiak. De tudjuk azt, hogy a majosiak fele is bonyhádi, úgyhogy ez az identitás úgy gondolom minden szempontból közös. Sárkány Szabolcs, a választókerület önkormányzati képviselője kihangsúlyozta. A megújult épület egy olyan teret biztosít majd, ahol kulturális körülmények között találkozhatnak, programokat szervezhetnek, közösségi életet élhetnek a helyiek. Meg fog valósulni az egész udvar rekonstrukció, meg fog valósulni a postaépületnek a funkciója, és én arra kérek minden majosít, ugye, hogy vannak itt az egyesületek, de vannak a civil szervezetek, vannak a magánszemélyek, hogy gondolkodjanak ezek az emberek, a lakosság gondolkodjon közösen, mert ez a ház, ez mindenki előtt nyitva áll. Isten igazából mindenki gondolkodjon, keressen barátokat, társakat, amivel ezeket a helységeket meg tudjuk tölteni élettel, értelemmel, és hogy költözön bele ide újra az élet. Az átadó ünnepségen a Majosi Székely Hagyományőrző Egyesület műsora tette színesebbé a rendezvényt. A polgármester választások szavazólapjait számolják össze először a bizottságok június 9-én. Derül ki a Nemzeti Választási Iroda felkészítő anyagából. Ezt a képviselőtestületi tagokra leadott szavazatok követik. Ezután számlálják össze a vármegyei közgyűlésekre leadott voksokat, végül az EP választás szavazólapjai következnek. A bizottság a szavazatok megszámlálása után megállapítja a választás szavazóköri eredményét, erről és az összeszámlálásról jegyzőkönyvet állít ki. Gyermeknapot tartottak a hétvégén Faddon. A legkisebbeknek többek között 25 különféle újrahasznosított anyagból készült játékokból álló parkot hoztak létre. A bolyongó labirintusban ügyességi, logikai feladatokat oldhattak meg 5 különböző állomáson. Sikeres teljesítés esetén oklevelet kaptak. Nem maradt el az arcfestés, csillemtetoválás és a habparti sem. Az Alma Szószok zenekar délután halászüli dalokkal tarkított interaktív koncertet adott. Az Országos Balesetmegelőzési Bizottság által az idei évre meghirdetett közlekedik a család elnevezésű közlekedésbiztonsági vetélkedő vármegyei döntőjét június 1-én Szekszárdon rendezték meg. Erre online 19 család regisztrált. A résztvevőknek különböző közlekedéssel kapcsolatos elméleti és gyakorlati feladatokat kellett megoldaniuk, valamint játékos, szórakoztató versenyszámok is szerepeltek a feladványok között. A vármegyei versenyt a szedresi kis család nyerte. Ők augusztus 24-e és 25-e között a Baranya vármegyében rendezett országos döntőn mérik összetudásukat a többi vármegye első helyezettjével. Ennek fő díja egy személygépkocsi lesz. Hagyományteremtő igénnyel szervezte meg a Varsádi Önkormányzat a Nemzetiségi Nap előestjén a Schwab Táncházat. Élő zene, mulatság, tánc, minden adott volt a jó szórakozáshoz. Hetedik alkalommal rendezték meg Varsádon a Nemzetiségi Napokat, amely immáron két napossá bővült, hiszen a szombati kulturális programok, májusfaki táncolás és szabadtéri bál előtt még pénteken első ízben szervezték meg a Német Táncházat.
A Mecsegnádasról hívtunk egy zenekart, egy családi zenekar van jelen. Tavaly már a Nemzetiségi Napunknak a kulturális programját is színesítették, és nagyon népszerűek voltak, ezért gondoltuk, hogy mint Nemzetiségi Táncházba őket hívjuk el. Mint az egyértelműen kiderült, a varsádiak szívesen kiveszik részüket az ilyen és hasonló rendezvényekből, egészen szép számmal érkeztek most is. A táncházat vezetni kell, tanítani az érdeklődőket, még akkor is, ha esetleg már tudják a lépéseket. Kicsiktől nagyokig beállt a körbe mindenki. Itt megpróbálunk olyan táncokat tanítani az embereknek, amik a német néptánc csoportokban könnyebben vagy többször előfordulnak, hát ismertebb táncok lehetnek, a zenéik is ismertebbek, és a lépéseik is úgymond könnyebbek, és ezek mind olyan táncok, amik különböző lépésekből állnak össze, és utána máshogy is át lehet koreografálni őket, de az alaplépéseket könnyű megtanítani, és ezt próbáljuk a többieknek továbbadni. A mostani táncház tehát valószínűleg remek kiinduló pontja egy majdani hosszú programsorozatnak, amely, ha minden jól megy, valóban hagyománnyá válhat. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint áprilisban 6139 gyermek született, és 9396 ember halt meg. A tavalyi év azonos időszakához képest a születések száma 3,9. A halálozásoké 10%-kal csökkent, míg a házasság kötéseké 6,4%-kal nőtt. A 6139 született gyermek továbbá történelmi mélypontnak is számít. Korábban soha nem jött világra olyan kevés gyermek, mint idén áprilisban. Egy 2022-es kivétellel, még a 28-29 napos februárokban is mindig több gyerek született, mint most 30 nap alatt. A meleg tavaszi időszak miatt idén várhatóan már július elején beindulhat a hazai görög dinnye szezonja. Ebben az évben a tavainál kissé nagyobb területen, mintegy 3000 hektáron ültettek dinnyét a termelők, akik kedvező időjárás esetén a tavalyihoz hasonló felvásárlási árakra számíthatnak idén is, állapította meg pénteken kiadott előrejelzésében az agroinform.hu. A vevők egyre inkább a mag nélküli vagy kevés maggal rendelkező fajtákat kedvelik. Emellett ma már jóval nehezebb eladni a 8-10 kg-os hagyományos görögdinnyéket. A vásárlók a jól kezelhető, hűtőszekrényekben is könnyen tárolható 3-5 kg-os gyümölcsöket keresik. Nem tudta megvédeni bajnoki címét a Bonyhád BFC strandlabdarúgó csapata a Balatonbogláron rendezett közép-európai kupán. A völgységiek a mérkőzések során megverték többek között a Garvittax, a holland BS Zeeland és a román Veszteva együttesét is. A döntőben aztán az Újhartyán gárdája bizonyult jobbnak náluk. A bonyhádi alakulat jövő héten már Portugáliába utazik, ahol az európai bajnokok tornáján a világ legjobb csapatai ellen küzdenek meg. Elismeréseket adott át pedagógus nap alkalmából Szekszárdon a Tolna vármegyei szakképzési centrum. Kiemelkedő munkát végző oktatókat, valamint oktatási tevékenységet segítő kollégákat jutalmaztak. Valaki mondja meg, hogyan kell élni, apám azt mondta, hogy ne bánts más. Dömötör Csaba kancellár szerint nagyon fontos, hogy időnként megálljunk egy pillanatra, és értékeljük az intézményekben folyó kemény munkát. Hogy mindenki, aki egy intézményben, egy iskolában dolgozik, nagyon nagy hangsúly van persze természetesen a pedagógusokon, az oktatókon, de nagyon nagy hangsúly van azokon a kollégáinkon is, akik a háttérben azokat a feltételeket biztosítják, ami ahhoz kell, hogy mindenki jól érezze magát, tiszta környezetben legyen, minden rendben legyen, minden a helyén legyen, meleg legyen, világítás legyen, az eszközök működjenek, szép legyen az udvar, le legyen nyírva a fű, hiszen ezek mind ahhoz, azok az aprónak tűnő, de nem elhanyagolható dolgok, amik egyrészt egy intézménynek az arculatát is meghatározzák, másrészt meghatározzák azt is, hogy aki ott van bent, ő hogy érzi magát. Szilágyi Tímea Tamásiban, a Vályi Péter szakképzőiskolában dolgozik. Minőségi és sokrétű munkájáért méltatták. Jelen pillanatban a minőségi irányítási munka közösségvezető vagyok, illetve a közösségi szolgálat koordinátora, illetve nagyon szeretem a gyerekeket, minden évben táncot tanítok be, a szalagavató táncot, és
testnevelő tanár is vagyok, másik szakom a földrajz, úgyhogy rendkívül sokrétű dolgot csinálok a Vájiban. A Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum Percel Mór Technikum és Kollégiumban Nótás Istvánné az iskola tisztán tartásáért felelős. Először jutalmazták tevékenységéért. Elismerésre részesültem, ugye jó munkámért, nagyon örülök neki, és tényleg jó leső érzés ez az egész úgy nekünk. Ságiné Bakonyi Judit, az Ady Endre Technikum és Kollégium iskola titkára boldogan vette át oklevelét. Nagyon szeretek a gyerekekkel foglalkozni, úgyhogy ez nagyon nagy pozitívum a munkámban, és szeretem a változatosságot, mint iskolatitkár ezt mindig megkapom, mert soha nem lehet kiszámítani éppen milyen feladatok jönnek, ami aktuális feladat, és milyen kihívások vannak minden nap, más és más, úgyhogy én ezért szeretem ezt csinálni. Hosszú lett az elismerésben részesültek sora, ez is azt bizonyítja, hogy sok a lelkiismeretes, alázatos munkatárs az intézményekben. Mutatjuk a régió híreit. Országjáró fórum alkalmával Gulyás Gergely járt Pécsen. A választások tétjéről beszélt a hallgatóságnak. Szétesett a baloldali koalíció baranyában. Két képviselő lett független mostantól. Jön a szezon. Sok vendégre számítanak a magyar tengernél. Országjáró fórum alkalmával Gulyás Gergely látogatott a Baranya vármegyei székhelyre. A pécsi és baranyai emberekkel akar találkozni, hogy a választások tétjéről beszélhessen nekik. Az esemény előtt a témáról a sajtóképviselőinek adott interjút Őri László vármegyei elnökkel közösen. Gulyás Gergely járt Pécsen. A miniszterelnökséget vezető miniszter lakossági fórumon vett részt Csizmadia Péterrel, a pécsi polgári oldal polgármester jelöltjével. Őri Lászlóval az országjáró fórum alkalmával sajtótájékoztatón beszélt a választás tétjéről. Minden választás előtt persze elmondjuk, hogy ez minden idők legfontosabb választása, de most nyugodtan mondhatjuk, hogy ez valóban minden bizonnyal történelmi mércével mérve is annak tekintető, hiszen a választás tétje itt Baranyában is az, hogy háború vagy béke. A mai nap fejleményei azt mutatják, azáltal, hogy több képviselő is elhagyta Baranyában, a mindenki Baranyáért DK, MSZP, Jobbik, Momentum képviselőcsoportját, és ezzel bebizonyították azt, hogy amikor komoly dolgokról van szó, akkor a baloldalra nem lehet számítani. Márpedig most nagy tétje van az európai parlament és az önkormányzati választásoknak is. Az, hogy békepárti képviselőket küldünk-e Brüsszelbe, és békepárti vármegyei többséget, és békepárti polgármestereket és képviselőket tudunk-e választani Pécs városában, hangsúlyozta Őri László. Baranya az elmúlt évtizedek vesztesei közé tartozik, ezt így érzik az itt élők is, azonban most úgy érezzük, hogy végre rajtunk a sor, hiszen a kormányzat területfejlesztési politikájának a fókuszába a következő időszakban a Dél-Dunántúl és Belne Baranya kerülhet, ezért itt Baranyában és Pécsett a választás tétje az is, hogy olyan vezetőket tudunk-e választani, akik igent mondanak a békére, és igent mondanak a kormánnyal való együttműködésre és partnerségre, annak érdekében, hogy a Baranyában élők és a Pécsett élők a következő évtized nyertesei közé tartozzanak. Miután a bennünket körülvevő világ sokkal veszélyesebb, mint bármikor, ezért a választásnak is óriási a tétje, erősítette meg Gulyás Gergely. Európai parlamenti képviselőket és önkormányzati vezetőket választunk, és valóban egyetértek az elhangzottakkal. Itt kétszeresen is háború és béke a tétje a választásnak, hiszen részben nem vitás, hogy a kormánypártok azok, akik ma Magyarország békét és biztonságát egy közvetlen szomszédságunkban zajló háború időszakában egyedül szavatolni tudják és akarják, akik egyértelműen a béke és nem a háború pártján állnak. Míg a rendszerváltást követően évtizedeken át arról volt szó, hogy az ország fejlettségében kelet-nyugati megosztottság van, addig mostanra keleten is számtalan fejlődő városközpont jött létre. Ilyen értelemben ma sokkal nagyobb feladat az, hogy az észak és dél közötti különbségek megszűnjenek. Ezért is koncentrál a kormány területfejlesztési politikája a déli régióra. A déli régiónak pedig a legfontosabb, a legnagyobb városa egyértelműen Pécs, tette hozzá a miniszter. Könnyebb azzal együttműködni, akiben megvan a hajlandóság az együttműködésre. Az elmúlt években ilyen szempontból nincsenek jó tapasztalataink. A magyar kormány minden önkormányzatnak partnerséget ajánl.
de nem mindenki fogadja egyformán ezt a partnerséget, úgyhogy örülnénk annak, hogyha a választópolgárok olyan döntést hoznának, amely megkönnyítené, hogy valóban ne egy háború legyen, miközben egyértelmű fejlesztési szándékok vannak az önkormányzat, a pécsi vezetők és a kormány között, hanem a város fejlődése érdekében legyen kölcsönös együttműködés és munka. A miniszterelnökséget vezető miniszter a választások előtt 10 nappal mindenkit arra kért, menjen el szavazni. Tudjuk azt, hogy ennek a választásnak a tétje óriási, és javaslom, hogy Csizmadia polgármester jelölt urat támogassa, illetve a Fidesz-KDNP jelöltjeit, illetve az európai parlamenti választásokon pedig a Fidesz-KDNP listáját tüntesse ki bizalmával. És ami nagyon fontos, hogy a következő években a jó együttműködés az a megyei közgyűlésben is jóan megmaradna, ezért a Baranya megyeieknek is azt tudjuk ajánlani, hogy az a jó együttműködés, ami Őri Járnok úr időszakában a megye és a kormány között megvolt, az szerintem mindenféleképpen egy megőrzendő érték. Ezért, akik nem Pécsen szavaznak, azok is vegyenek részt a választásokon, hangsúlyozta a miniszter. Egy héttel a választások előtt szétesett a Mindenki Baranyáért a baloldal közös képviselőcsoportja a Baranya vármegyei közgyűlésben. A jobbikos képviselőknél telt be a pohár a DK politizálása miatt. Ezzel indokolta ugyanis a kilépést az egyik képviselő. Az ülés végére maradtak az izgalmak a Baranya vármegyei közgyűlésen csütörtökön. A jobbikos Schwarz Kiefer Patrik tett bejelentést. Én a mai nappal a közös ellenzéki képviselőcsoportból kilépek. A képviselő indokolta is döntését. Szerintem a politikának az alulról felfelé való képviseletről kelljen, hogy szólnia, és nem fordítva, nem pártközpontokat kell képviselni helyben, hanem a helyieket Budapesten. És sajnos én sok esetben úgy látom, hogy a DK az azt az utat járja, hogy a föntről kijelölt utat követik, sokszor kevés kritikai érzékkel a helyi embereik, amikkel én nem tudok közösséget vállalni. A Demokratikus Koalíció márciusi plakátkampánya volt az utolsó csepp a pohárban. Az Isten, haza, pedofília felirattal ellátott hirdetmények nagy vihart kavartak az ellenzék körében is. Ennek hatása csapódott le a választás előtti utolsó testületi ülésen a Baranyai Önkormányzaton. Pártársa csatlakozott Schwarz Kiefer Patrikhoz. Én is megfogadtam Patrik képviselőtársam gondolatait, és én is szeretnék kiülni a függetlenek közé. Köszönöm szépen. A kilépéseket az önkormányzat elnöke így értékelte. Baloldali ellenzék atomjaira hullott, szétesett Baranyában, úgyhogy így készül a baloldal az önkati választásokra, de nekünk ezzel nincsen dolgunk. Arról szeretnénk a következő napokban meggyőzni Baranya polgárait, hogy vegyenek részt az önkormányzat és az Európa Parlamenti választáson. Soha választásnak még ilyen tétje nem volt. A választás tétje a háború vagy a béke. A baloldal háborúpárti álláspontot képviseli, Magyarország, a Fidesz-KDNP pedig a békepárti álláspontját, aki a Fideszre és a KDNP listájára adja szavazatát, az a békére szavaz, a békére és a biztonságra szavaz. Az ülésen egyébként 7 napi rendi pontot tárgyaltak a képviselők. Ezek olyan előterjesztések voltak, amikben technikai döntéseket kellett hozniuk az önkormányzat működésével kapcsolatban. Erős szezonban bíznak a vállalkozók a Balatonnál. A tavaszi hónapokban is sokan érkeztek a tóhoz, hiszen számos kikapcsolódási lehetőség várta a vendégeket. A nyári foglalások száma folyamatosan nő, a legtöbben azonban még mindig az utolsó pillanatra hagyják a nyaralás megtervezését. Valóban elmondhatjuk azt, hogy kiváló tavaszi szezon áll a Balaton hátra mögött, és az eddigi visszajelzések alapján mind a bentföldi vendégészakák száma, mind a külföldi vendégészakák száma meghaladja a korábbi évek eddigi eredményeit. Természetesen ilyenkor június elejéhez közeledve már minden szolgáltató felkészül a nyárra, nyitva vannak az üzletek, nyitva vannak a vendéglátóhelyek és a szolgáltatóközpontok, a strandokat is folyamatosan nyitják, sőt a legtöbb helyen már elérhető a víz a nagy közönség számára is. Mindenkinek szeretném felhívni a figyelmét arra, hogy rengeteg program, rengeteg esemény várja a Balatonra érkezőket, legyen az gasztronómiai, kulturális, vagy éppen aktív turisztikai kikapcsolódási lehetőség, és az idei évben öröm elmondani azt is, hogy a Balaton körül elindult egy újabb játékos teljesítménytúrának is felhasználható kerékpáros esemény, ez a Kalandkör 400-as programsorozat, amelyre mindenkit nagy örömmel invitálunk, és azért is, mert nem csak a Balaton közvetlen part,
partját, hanem a háttértelepülések épített és természeti örökségét is megismerhetik. És még egy nagyon jó hír, a hozzánk eljutott adatok alapján egyértelműen látszik, hogy nagyon sok milliárd forint került feltörtésre a szépkártyákra, tehát mindenkinek szeretném felhívni a figyelmét, hogy ellenőrizze a szépkártyáját, hiszen az ott felelhető összegekkel sokkal kedvezőbbé tudja tenni a balatoni nyaralását, és akkor még nem is beszéltünk az országbérlet nyújtotta lehetőségekről, amivel tényleg kedvezményesen és nagyon jól le lehet jutni a Balatonra. Nézzük Kolna vármegye híreit még egyszer, röviden. Kerekasztal beszélgetés Potápi Árpád Jánossal, rendkívüli választások előtt állunk. Felavatták a Majosi Kultúrházat, a helyi közösséget szolgálja a felújított épület. Nemzetiségi napok, hagyományt teremtenének Varsádon. Ünnepség, oktatókat, oktatás segítő munkatársakat méltattak. Kedden délelőtt még többnyire felhős ég volt látszik jellemzőnek szerte az országban, de fokozatosan vékonyodik, csökken a felhőzet. Eleinte még több felé, de elszórtan lehetnek változó intenzitású záporok, egy-két mérsékeltebb zivatar sem kizárható. Este és éjjel már nyugodt légköri helyzet, tiszta ég volt és csapadékmentes idő valószínű. Gyenge lesz a légmozgás. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!